Marosvásárhelyen folytatja tüntetés sorozatát az Erdélyi Magyar Néppárt. A korábbi székelyföldi megmozdulásokhoz hasonlóan október 1-én a Marosvásárhelyi Színház téren a magyar közösséget ért jogtiprásokra kívánják felhívni a figyelmet. Itt vagyunk. Mindhárom székelyföldi megyéből voltak résztvevők a június 27 i -e is tüntetésen. Akkor székelyzászlokkal és feliratokkal tiltakoztak az úzvölgyi haditemető meggyalázása és a folyamatos jogtiprások ellen. Változatlan a Marosvásárhelyi akció célja, de lesz aktuális helyi üzenet is, mondta el az MMP elnöke a megye központban tartott sajtótájékoztatóján. Két üzenetünk van. Egyrészt a korábbi székelyföldi megmozdulásokhoz hasonlóan most is azt üzenjük, hogy ne bántsák a magyar közösséget. Láttuk az elmúlt időszak különböző magyar ellenes döntéseit, az Úzvölgyi provokációtól, temetőgyalázástól kezdődően. De azt gondoljuk, hogy a másik üzenet vásárhely esetében az kell legyen, hogy itt végre a magyar egységet meg kell teremteni. Az MNP Marosás Erhelyi Szervezete minden erdélyi magyar politikai szervezetet meghívott az eseményre. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, a Székely Nemzeti Tanács és a Magyar Polgári Párt már jelezte, hogy részt vesz a szervezésben és a mozgósításban. Az RMDS válaszára még várnak. A három erdélyi párt és a civil szervezetek segítségével közösen szeretnénk egy nagyszabású tüntetést Marosvásárhelyre hozni. Ennek keretében semmi egyébre nem kívánjuk felhívni a figyelmet, mint hogy ne bántsák a magyarokat, tartsák tiszteletben azokat a a jogainkat, amelyek nekünk ki járnak, és ennél többet nem is kérünk. A tiltakozó akciót kedden október 1-én 18 órától tartják a Marosvásárhelyi Színház téren.